Múlt héten elkezdték telepíteni a színes gyűjtőállomásokat, ezzel pedig látványos szakaszához érkezett a Győr-Bike elnevezésű kerékpárkölcsönzőrendszer kialakítása. A városban 23 kölcsönzőállomást alakítanak majd ki, ilyeneket, mint ez a Bizinger Parkban. Összesen 180 bicikli lesz majd elérhető, amelyek rongálásbiztosak és univerzálisan felhasználhatóak, hiszen a fiataltól az idősig bárki használhatja. Ennek megfelelően állítható a bicikli, és ennek megfelelően elhelyeztünk benne váltót is, hogy minél könnyebb legyen a különböző felhasználóknak ezt használni. Hozzátartozik ezekhez a kerékpárokhoz, hogy robosztusak. Ennek azért a fő oka a vandál biztosságon kívül az az, hogy gyakorlatilag ugye mondjuk egy 140-150 kilós embert is jó lenne, ha elbírni a bicikli, 365 napba kint van, tehát 40 foktól a mínusz 30 fokig mindent ki kell bírnia. A cél, hogy a város egy olyan új közlekedési formával gazdagodjon, amely valódi alternatívát nyújt a mindennapokban, ezzel pedig kiegészíti a buszközlekedést. A rendszert állandó felhasználók is használhatják, ide elsősorban a győrieket, valamint a közoktatásban, felsőoktatásban tanulókat várják. Ők azok, akiknek nem feltétlenül győriek, nagyon sokan használják a győri infrastruktúrát, kényelmes, gyors elérést jelenthet egy nagyobb, egy bővebb belvárosi körben. A másik célcsoport lehet mindenképpen azok a győriek, akik eddig nem szívesen, hétköznapokban nem szívesen vitték a piacra a kerékpárjukat, és féltették egy kicsit, hogy ezzel valami történhet. Itt most ezek a vandálbiztos, robosztusabb kerékpárok, amelyek a kölcsönzőállomásokba felvehetők, letehetők, ezek mindenképpen ők tudják használni. Állandó felhasználóként 3 értékesítési ponton szerződéskötés után fél vagy egy éves bérletet lehet majd vásárolni. Aki pedig csak egyszer-egyszer szeretné igénybe venni a bicikliket, természetesen erre is lesz lehetősége. Ebben az esetben azonban 30 ezer forintos letétet kell fizetnie. Az alkalmi felhasználók esetében egy internetes, mobiltelefonos vagy akár a megfelelő terminálnál levő online és on-site regisztráció szükséges, meg kell adni az adatokat, gyakorlatilag egy PIN-kódot kap a felhasználó, és avval a PIN-kóddal tud a továbbiakban kölcsönözni. Ezt kell beütni a terminál oszlopon, tehát az állomáson lévő oszlopra, vezérlő oszlopon, és úgy tudja a kerékpárt kivenni. Itt a fizetés bankkártyával történik. A beruházás 125 millió forintba kerül, teljes egészében Európai Uniós forrásokból finanszírozzák. Várhatóan szeptembertől már bárki tekerhet majd a bérkerékpárokkal.